két versenyzővel álltam a színpadon. Tehát végig mentünk az élősón, velük kettőjükkel, úgyhogy hogy aztán a győztes végpózban is mi álltunk. Tehát ez csodálatos, nagyon sok munka van benne, és azt hiszem, hogy majd ha felfogjuk mindketten Erivel, akkor fel fog szakadni, és egyszerűen egy ilyen kitörő zokogás lesz, mert már bennünk volt, de ehhez képest egy nagyon nyugodt hét volt. Tehát én a lányoktól azt kértem, hogy egyszerűen helyezzék magukat egy másik dimenzióba. Ne gondoljanak, ami előtte történt, semmire ne gondoljanak, csak arra, hogy ez egy nagyon szép utazásnak a megérkezése lesz. És akkor majd más állapot lesz a színpadon állni. És ezt megcsinálták, olyan nyugodtak voltak, hogy egyszerűen ilyet, hogy semmi dolgom nem volt. Már nem is mutattam fel a kis tétáblámat, mert egyszerűen nem volt rá szükség. Mert minden ott volt, láttam a szemükben.